Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Szent Monika közösség tagjai! Még máig emlékezem arra az érzésre, amikor 1980-ban ide Pestújhelyre kerültem káplánnak, és végignéztem az újpalotai nagy hatalmas lakótömböket, amelyben egy falunyi nép lakik egyenként. Eszembe jutott Szent Pál apostolnak az Athénben átélt szomorúsága, elszorult a szíve a bálványokkal teli város láttán. Valahogy ugyanezt éreztem én is akkor, hiszen ennek a város nagyságú városrésznek akkor 70 ezer ember élt itt. Nem volt temploma. És az emberek, a vallásosabbak hol ide, hol oda mentek, és hát a lelkipásztori munkám abból állt, hogy próbáltam itt-ott föltérképezni a hitvalló keresztény embereket. És nem is remélhettem volna akkor még, hogy több mint 30 év után egy ilyen csodálatos templomban itt együtt leszünk Szent Monika közösség tagjaival, de ehhez is kapcsolódik már más alkalommal elmondott emlékem, hogy egy nagyon jámbor idős orvos, aki a mi keresztelő Szent János templomunkba járt, egy alkalommal azt mondta, hogy ő itt Újpalotán egy téren egy kis Mária érmecskét elásott. Hogy ott templomnak kell lennie? Úgy magamban, sőt még az igen vallásos Sekrestyés és Ilonka nénivel is úgy mosolyogtunk, hogy hát nagy hite van a doktor úrnak. 1980-as évek elején itt majd egy templomnak kell lennie. És lőn, van templom, és itt ezen a tájon, ahol ő elásta a Mária érmecskét. És most mi itt vagyunk, és részben emlékezünk a Kalocsa tájékáról származó, idén elhunyt Róna Gábor atyára, aki hazatérve hosszú külföldi számüzetéséből, mert ők akkor kimenekültek a jezsuiták, hogy adandó alkalommal visszajöhessenek. Külföldről vett példák alapján megalapította a Szent Monika közösséget, utalva Szent Ágoston hősies és nagylelkű édesanyjára, aki beimádkozta fiát az egyházban, akinek azt mondta Szent Ambrós, hogy nem veszhet el az a gyermek, akit ennyi könnyel siratnak. Megalakította, mert jól tudta, hogy bár az anyaság önmagában szent dolog, hiszen Isten arra teremtette, hogy az élet hordozói, továbbadói legyenek, de mint minden az eredeti bűn óta, minden megromlott, megromolhatott. Van egy ilyen latin közmondás, hogy korrupció optima pessima. Ha nagyon jó megromlik, nagyon rosszá válik. Tehát az anyaság alapvetően a legszebb dolgok közé tartozik, de éppen a mai evangélium a példa rá, hogy Heródiás, az a házasságtörésben élő nő, nagy gonoszsággal az őt lelkiismeretében figyelmeztető keresztelő Szent János fejét kérte lánya által, hogy így szabaduljon meg a prófétától, mert gonoszság volt a szívében. És hát hosszú lelkipásztorságom alatt én magam is találkoztam olyan esetekkel, hogy a gyermeket azzal büntette az anyja, hogy nem engedte hittarra, mert tudta, hogy szeret hittarra járni. Hát ha meg kell büntetni, akkor azzal kell megbüntetni, amit szeret. De most pont
az ellenkezőért vagyunk itt, hogy arra az eszményre tekintsünk, akiben mi a keresztény édesanyák egyik legkiválóbbikát, a tagasztélyban született, mindössze 56 évet élt, Szent Monika példáját kövessük, és azt a vigasztalást, amit Jézus úgy általánosságban a nyolc boldogság elején mond, azt magunkra vonatkoztatva, Szent Monika példáján igazi evangéliumként fogadjuk. Ugyanis Jézus a nyolc boldogságban egyrészt azt mondja, hogy boldogok a szomorúak, mert majd megvigasztaltatnak, de sokkal keményebben fogalmaz a Lukács féle változatban, ahol négy boldogság van csupán, ott ilyen nagy realitással azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Hát ez önmagában olyan önellentmondó dolog a mi szemünkben, hogy az az ember, aki szomorú, meg síránkozik valami miatt, ugyanakkor átél valami boldogságot. Hát persze, hogyha mi a boldogságot úgy értelmezzük, hogy a mai világ értelmezi, hogy meghirdeti a hétvégi wellness-t, az ilyen-olyan szórakozásokat, hogy ott boldoggá legyen valaki, hát akkor olyan értelemben biztos, hogy nem az. De ha úgy vesszük, hogy az ember lelkében a derűt akkor is őrzi, amikor látszólag minden ellene mond annak, hogy van még értelme a küzdésnek, van még értelme a fájdalomnak, van még értelme a szenvedésnek, akkor már azzá lehet, mert a keresztény ember sorsa az nem tragikus. A tragédiában mindig egy földolgozhatatlan végzet munkálkodik. A keresztény ember sorsa lehet nagyon drámai, de soha nem tragikus. Ilyen volt a szűzanya élete is, drámai a kereszt alatt, ilyen volt Szent Monikái is, de ugyanakkor kaptak egy nagy isteni megerősítést és vigasztalást. Akik sírnak, vagy szomorkodók, ez egy általánosabb megállapítás a lélek fájdalmáról, azok vigasztaltatnak meg. Amikor mi görög nyelven olvassuk ezt a szentírási részt, hiszen az Új Szövetségnek eredeti nyelve a koiné görög, akkor mindjárt megérzünk valamit. Mert a megvigasztaltatásnál ezt a szót használja, hogy paraklétészon táj. Benne van a paraklétosz, a Szentlélek Úristen, akit vigasztalásul küldött az Úr, és akit kérünk lelkünk megerősítésére. És azért van szenvedő igeragozásban, mert a Bibliában, amikor valami szenvedő igeragozást használnak, mögötte mindig ott van az Isten cselekvése. Nem véletlen, hogy az átváltoztatásnak a szavait nem lehet áttenni jelen időbe. Mert voltak, akik már azt mondták, hogy miért úgy mondja a pap, hogy ez az én vérem kelyhe, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Hát nem mondja egyszerűbben, amit én kiontok a bűnök bocsánatára. Azért nem lehet, mert így mondják ilyen szakszóval, divinum passivum, az Isten működik benne. Ott utalás történik arra, hogy azt a cselekvést vagy az Isten tudtával viszi végbe valaki, vagy Isten segítségével. És itt is erről van szó, hogy maga az Isten vigasztal meg bennünket, méghozzá úgy, hogy elküldi a Szent Lelkét, a Paraklétoszt, amely a nagy szomorúságában is olyan távlatokat tud nyitni, ami
mindazt a fájdalmat, amit az ember átél, a valóságos méreteire zsugorítja össze, és az örökké valóság fényénél egészen mássá válik a megpróbáltatása és a szenvedése. Alig, hanem itt ezen a pestújhelyi plébánián történt, hogy jött egy nagymama, aki azután tért vissza a hitre, a vallásosságot, utána gyakorolta újfent, fiatalkora óta újra, hogy az unokáját elveszítette. Az unokája valami balesetben meghalt, és egy olyan nagy megrázkodtatás is volt, hogy nem Istentől el, hanem hozzá visszafordította őt ez a nagyon súlyos lelki megrázkodtatás, és mondta, hogy hát én az unokámnak köszönhetem, hogy visszatértem az Istenhez. Tehát vannak olyan eszközei az Úrnak, ami által a vigasztalás valósággá válik, mert a Szentlélek a legnagyobb rosszat is, hogy így mondjam, viszonylagossá tudja tenni, ahogy a szentek fogalmaztak annak idején, hogy mi ez az örökké valósághoz képest. És miután a Szentlélek megerősíti az üdvösségbe vetett hitünket, megerősíti az Isten szépségébe, jóságába, irgalmába vetett hitünket, ezáltal még a gyászunk is mássá válik, és az életnek a sebei és megpróbáltatásai. Mert olyan lelki erőt tud adni, hiszen ha megnézzük a Szentléleknek csak a szokásosan fölsorolt hét ajándékát, az hat az értelmünkre, akaratunkra, megnyitja előttünk Istennek azt a világát, amelyben mi olyan szempontokra találunk rá, amit csak a magunk eszénél fogva soha meg nem tapasztaltunk volna. És így tud vigasztalni bennünket az Isten. De olyanokra vonatkozik ez, akik hozzáfordulnak. Az apostoli igehirdetés a szomorúságot már osztályozta. Megkülönböztette az Istennek tetsző szomorúságot és a világnak a szomorúságát. A világnak a szomorúsága az, amit úgy mindennaposan megélünk, hogy az ember öregszik. Ugye vannak ezek a retro műsorok a televízióban, és akkor előjönnek ezek az idős színészek, ott fölevenítik, hogy amikor fiatalok voltunk, de már most semmi sem úgy van, és már nem vagyunk szépek, nem vagyunk erősek, nem vagyunk olyan fittek, mint voltunk, és úgy eltölti őket egy abszolút nagy borongás, melankólia, mint azt szokták mondani, egy ilyen retro, úgy, hogy elmúlt. Vége van, nincs tovább. Hát ez a világnak a szomorúsága, de még egy gazdag ifjúi is az volt, amikor Jézus azt mondja neki, hát ha ilyen lelkes vagy, és tökéletes akarsz, akkor oszd el mindenedet. Hú, hát azt már mégsem, hát nagy vagyona volt. És ugye sokan, hogyha elveszítenek valamit, milyen szomorúakká tudnak lenni, amikor hát valami befektetésük oda lett, vagy hasonlók, ugye, ezt tapasztaljuk nap mint nap, hogy az emberek teljesen életkedvüket veszítettek ki, válnak ezáltal. Azt mondja az apostol, ez a világnak a szomorúsága. De elmúlik ez a világ. És vannak olyan dolgok, amelyeket, ha akarunk, akkor sem tudunk átvinni a más világra. Én mindig emlékezett, és ott Délvidéknek volt egy milliárdos embere, ismertem személyesen, és hát ő úgy nagyon úgy gondolta, hogy majd a saját tervei szerint egy birodalmat épít ki Délvidéken, hatalmas ilyen fertődi kastély nagyságú épületet épített magának, fölhalmozott benne mindenféle műtárgyat, és akkor megtudta, hogy rákos beteg,
akkor teljesen magába Roskat fölhívott és hírt a telefonban, hogy ő neki most már úgy néz ki, hogy vége van, most mit csináljon. Hát mondom, először menjen el a helyi plébánoshoz, aztán eljöhet hozzám is, hogy most egy figyelmeztető jel, hogy ezt nem visszük magunkkal, amit összegyűjtöttünk, azt jóra kell használnia, és el kell fogadni azt, hogy az Istennek az útjai olyanok, amelyek távol állnak a mi gondolkodásunktól. És hát ez megkülönbözteti az Istennek tetsző szomorúságot a szeretet által. Ugyanis ott voltak az Emmauszi tanítványok. Azok szomorúan bandukoltak az úton. De nem azért csupán, mert most mi lesz velünk, hát eddig ott voltunk Jézussal, hanem sajnálták Jézust. Ők nem tudták, hogy föltámadt, csak valahogy úgy voltak vele, nagyon jó ember volt. És most vége, kivégezték, nincs tovább. Sajnálták Jézust. És akkor kapják a vigasztalást Jézus által. Az Istennek tetsző szomorúságban mindig benne van a szeretetnek a szomorúsága is. És hát Szent Mónikát idézve is ezt látjuk, hogy ő fiát siratta, hogy mi lesz vele, el fog kallódni, és ezért hulladta a könnyeit. És hogyha Isten az ő jóságát a vigasztalásban mutatja meg irántunk, akkor nekünk is valamiképpen vigasztalóvá kellene válnunk. A felebaráti szeretetet testi és lelki formában ismeri a keresztény morális, hogy a felebaráti szeretet testi cselekedeti, éhezőknek enni adni, szomjazóknak inni adni, és így tovább. De a lelki cselekedetek között ott van a szomorúaknak a vigasztalása. Hogy a szomorúakat mi is vigasztaljuk, de ne fölületesen vigasztaljuk. Nagyon rég olvastam azt a könyvet, Ruth Bang Célzott beszélgetés című könyvét, amiben azt írja, hogy ha mi vigasztalni akarunk, akkor óvakodjunk a könnyed vigasztalástól. Ezt úgy kórházban szoktam megtapasztalni, félfüllel is halva a látogatóknak a biztatását, hogy mit keseredszel, fogsz te még táncolni is, meg hoztuk neked ezt a jó kis húsleveszt, megeszed, mindjárt erőre kapsz, megkapod ezt a sorozat, injekciót, jobb lesz a sorsod. A beteg tudja, hogy meg vannak számlálni a napjai, de nem merünk szembesülni azzal, hogy esetleg elcsendesedve megéreztessük azzal a nagybeteg emberrel, hogy tudjuk azt, hogy milyen nehéz helyzetben van, és neki föl kell készülnie, és mi ebben a készületben ott vagyunk vele. Két hete temettük el egyik papunkat, dolgozott az érsekségen, pár nappal a halála előtt a szegedi klinikán beszélgettem vele, azt mondta, a végső dolgokkal rendben vagyok. Földi reményem nincs, csak Istenben bízok. Én nem mondtam neki, de így lesz János, most most megkaptad a kemoterápiát, vissza fogsz jönni. Egy szóval sem mondtam, hanem imádkoztunk. Ő is érezte, én is éreztem, hogy itt ő arra az útra lép, amely az Isten országába vezet. És ez volt az igazi vigasztalás számára. Tehát a vigasztalás sose olcsó vigasztalás legyen, hanem próbáljuk meg azokat a szempontokat is elővenni, amit Isten venne előre, hogyha hozzánk szólna Jézus Krisztus fia által. Ezért egyszerre ez a Szent Monikás közösségnek az együttléte, egy háladás is most, kegyelmek kérése is, és ugyanakkor arra való elszánás, hogy odállunk mások mellé, akik még szomorúbbak,
akiknek még több baja lehet. Gondolj mások nagyobb megpróbáltatására, hogy kisebb terhet könnyebbé váljék, mondja egy középkori német közmondás. És való igaz, hogyha az ember a saját szomorúságát, mint egy háttérbe helyezve, megpróbál odafigyelni azokra, akiknek még nagyobb baja van, akkor érzi azt, hogy ő maga is vigaszt nyer ezáltal, és a másik segítségére is van. Hiszen ott, ahol szeretetben találkoznak az emberek, a szeretetben jelen van az Isten. És már itt is, ha nem is teljesen, de valamiféle olyan vigasztalást kapunk, amit a világ nem tud megadni. A végső nagy vigasztalás az Istené. A Jelenések könyvében van egy költő ilyen szép mondat, és az Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Micsoda szép megfogalmazása annak, hogy az ember, ha odajut, akkor átértékelődik minden, átértékelődik a sok-sok bánat, a szenvedése, és másként fogja ott látni, mert az Isten vigasztalása az az üdvösségnek az öröme. És hát ezt kell kérnünk, ezért kell imádkoznunk, és ez a mai együttlétünk legyen alkalom arra, hogy ezt a boldog mondást, amit Jézus mondott, hogy boldogok, akik sírnak, vagy boldogok, akik szomorúak, majd megvigasztaltatnak, általunk is teljesítse az Úr. Amen.